Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Viva Natura, Viát Natura című adássorozatunkat látjátok. Faragó László természetgyógyásszal fogunk beszélni. Szervusz, Laci! Szervusz! Az adásunk címe a nyirokmasszástól a piócázásig. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy a természetgyógyászatnak melyik ágát nem művelted még, mióta csinálod? És mióta csinálod? Hát 90 óta foglalkozom természetgyógyászattal. Hát van, mondjuk tanultam kinezológiát, de azt nem folytattam, mert hozzám a transzlégzés közelebb áll, de úgy kipróbálni, igen, csak minden ágát kipróbáltam. Mi véletlenül Kínába találkoztunk, ugye akkor éppen kínai gyógyászatot tanultál. Igen. Aztán ugye csontot ropogtattál engem, sok mindenre megtanítottál, mert nagyon hálás vagyok neked, de utána, amikor nálad láttam, akkor éppen nyirokmasszást oktattál nagyobb csoport embernek. És a nyirokmasszás 15 éve oktatom, Piócával pedig úgy kerültem kapcsolatba, hogy olvastam német irodalmakba, hogy mennyire jó ödémára a pióca, és akkor mint kiegészítő gyógymódot a piócát is megtanultam, alkalmaztam, olyan 4 éve foglalkozom piócával, és hát saját magamon is tapasztaltam, hogy volt, amikor a nyirokmasszázs nem használt, most ugye tavaly épp 60. születésnapomra kint voltam Vietnámban, és beüdélmásodott a lábam, és másfél nap alatt a pióca levitte. Mert erről mindjárt mutatunk képeket, nagyon lehet látni, hogy az elefántkorosnak tűnő lábára rátetted a piócát, és leszükült. Igazából, most ha már a nyirokmasszást összevetjük a piócázással, a piócázás is valami vérhígító dolog, ezt szeretné megérteni. A nyirokkal, mert pontosan az a probléma, hogy besűrűsödik a nyirokváladék, igaz? És ezt a kettőt össze lehetne kombinálni? Most tudom, hogy ezt nem beszéltem meg előre ezt a kérdést, de biztosan értelme, ha eszembe jutott. Hát itt először is a piócánál, tehát nem az a lényeg, hogy amit kiszív a vért, hanem a pióca nyálában lévő több mint 100 bioaktív hatóanyag, az enzimek. Hát egy pár szóban a pióca nyáláról, ez a leggyorsabb fájdalomcsillapító, a leggyorsabb gyulladáscsökkentő, vírus, baktériumölő, az ereket kitisztítja, vérhígító, megszünteti a trombózist, meg lehet vele szüntetni ödémákat, hematómákat, vérömlenyeket, fiatalító hatása van, tehát mellékhatásként fiatalít, nem csak arszánztalanításra, hanem hogyha valaki mondjuk rendszeresen piócázza magát, akár magas vérnyomás ellen, észreveszi, hogy nagyon jó lesz a közérzete, és külsőleg is fiatalodik, potencia növelő mellékhatásként. És azt tudom még elmondani, aki úgy rendszeresen piócázza magát, vagy 10-15 éve valószínű, hogy az élettartalma meg fog nőni. Uh-huh. Te ugye ezt, mint természetű, hogy ezt nem alkalmazhatod a piócát, viszont oktatod a piócát, hogy mindenki önmagát tudja kezelni. Sokan voltak már a tanfolyamaidon egyébként? Hát elég sokan, havonta tartok tanfolyamot, most egy-két hónap múlva Budapesten is lesz tanfolyam, most sikerült itt egy rendelőt vennem, és ha meg lesz az engedély, akkor itt is folynak a tanfolyamok. Hát én várom, hogy előbb-utóbb itt is engedélyezve lesz Magyarországon, egyelőre függőben van, tehát én, mint természetgyógyász Németországban, Ausztriában dolgozhatnák piócaterápiával, jelen pillanatban Magyarországon ez még törvényileg nincs szabályozva. Hát azért, mert mi az egyenlők között nem vagyunk olyan egyenlőek, tehát ez nyílt titok. Az hallott egyébként, hogy most a biorezonanciát is beszüntetik Magyarországon, nem lehet biorezonanciával? Hallottam róla, de úgy konkrétumot nem. Hát ezt még jó lesz utána nézni, mert aki olyan bioenergia, ez nem létezik nálunk, ugye igen, a határnál, ha átlépünk, ugye meg az akupunktúrát sem
engedik most már, vagy a tűvel való gyógyítás, az most már felesd el, ez is sámánkodás. Tehát a világ egyik része nagyon szépen halad előre, sőt a tradicionális gyógyítást is előveszik, mint a pióca. Mi meg a receptírásban leszünk óriási nagy hatalom hamarosan. Hát annyit tudok mondani, hogy valamikor Magyarország még a Napóleon idejében 20 millió piócát exportált, ebből olyan 5-6 milliót megvette a Napóleon, tehát fagyási sérülésekre, meg a katonáinak a sebészetben, meg ilyen helyen felhasználták. És azt is tudom mondani, hogy itt Magyarország, hogyha úgy volna eszük, és gyakorlatilag legalább 1000 munkahelyet lehetne ezzel teremteni, mivel idegenforgalomba, a fürdőbe be lehetne vinni. Tehát a fél Hollywood például Bécs mellé jár fiatalítatni magát évente egyszer híres filmsztárok, és biztos ide is eljönnének. Piócával, igaz? Piócával. Piócával és Zalmanov féle terpentin fürdővel. Képzeld el, hogyha biztos tudod, hogy az ilyen díszhalasok abból élnek, hogy tubiflexet árulna. A tubiflex az ilyen nagyon csúnya, de ennek a csúnyának még valami rokona lehet, amit ilyen speciális élő folyókból szednek ki, ahol egyébként valami vágóhíd van a közelben, stb. És azon élősködnek egyébként. És azt nem tudom, tudod-e, hogy 1968-ig Magyarországon bementél egy patikába, és lehetett piócát vásárolni. Nem tudom, hogy ismerted. Utána zseniálisan ugye minden, ami természetes dolog, az kezdik kiirtani a köztudatból, de a piócás ember újra rendel, mondanánk. Csináltunk is egy műsort már veled. Az egyéni tapasztalatot elmondtad, hogy Vietnám az ödémádat pár nap alatt lehúzta. Milyen fantasztikus esetek vannak azoknál, akik nálad megtanulták a pióca öngyógyító technológiáját, és saját magukon használták, mi a legpozitívabb visszajelzésed? Vagy az extrém dolgok is érdekelnek, mert láttam itt képeket, hogy az emberek fogínyére volt téve a pióca, meg, tehát most borzasz el bennünket, légy szíves. Igen, hát a leggyakoribb a magas vérnyomás, ami így 40-50 év fölött. Hova kell tennem magamra? Hát elsősorban a tarkóra és a vállra teszik, de vannak ilyen univerzális részek, ilyen a keresztcsont és a májzóna, meg is a lépzóna, és plusz a tarkó. Hát akkor nagyon sok viszérre, aranyérre, jó nőgyógyászati problémákra, összenövésekre, endometriózis, miomákra, cisztákra. Ez is nála hasadat teszed, hogy hova? Hát itt is először keresztcsont, farokcsont. És nem temet neked, nem lett endometriózis, igen, de... Igen. És hát a comb belső zóna és a nőgyógyász, tehát itt a petefészkek zónája plusz a gát. Uh-huh. Hát megvan ennek egy komoly irodalma, orosz nyelven is, németül is, svájci könyvek is. És fordítottál már le magyarra valamit? Le vannak fordítva, a német két könyv le van fordítva. Csak úgy, most már fogadóképesség kéne, igaz? Hát azt tanfolyamon, igen, hát majd idővel ki lesz. Úgy tervezük kiadni, hogy Magyarországon és Erdélybe, mivel én is Erdélybe tanultam. Aha, részben. Figyelj ide, Magyarországon ez kin múlik az, hogy az ANTS-en, vagy valami, vagy... Nem, az ANTS az egy végrehajtó szervezet, hát szerintem a Népjóléti Minisztérium, vagy nem tudom, olyan gyakran váltogatják. Onnan szerezél egy tanítványt, aki meg akarja ezt tanulni, és utána majd ő kiállja neked az utat, az egy apróságot mondjunk el. Múltkor meglátogattál, és mondtad, hogy májamra jó lenne, föltettünk a májamra 2-3-ban, azért amikor ők telezabálják magukat, akkor leesnek, viszont azért rövidebb időre azért ott maradt 3 kis élő sebb hely a testemen, amivel foglalkozni kell, azt tisztogatni kell, ápolni kell, nem lehet fürdőbe menni, stb. Erről mit lehet mondani? Hát visszatérve ennek egy ilyen Y-alakú a szájának, tehát 3 szájrése van, olyan 300 foga van a piócának, körülbelül egy perc alatt berágja magát, később már nem fáj, mivel gyors fájdalomcsillapító. Hát leghamarabb általában a fogínyen, ott múlik el. Fogínyen körülbelül csak egy 20 percet tartózkodik, és utána már megszívja magát, leesik, ott szinte nem is lehet érezni a harapást se. De marad egy nyílt sem a számon, nem? Ott leghamarabb begyógyul. Fogíny és az arc gyógyul be leghamarabb, legtovább a májon. De a májon egyébként körülbelül 2-3 órát is fönn lehet. Tehát az első órában, általában fél órában csak a pióca
Tehát berágja magát, és utána nyomja be a nyálát, és miután a nyál elvégezte, hogy lassan oldjódnak a májba a méreganyagok, utána kezd szívni. Jó. Most doktor Fogport hallom, aki ül és néz az adást, hogy igen. Gyerekek, hát a bőr külső felülete és a máj között azért ott van a hasfal, mindenféle izmok. Hogy lehet ott közvetlen kapcsolatot májméretlenítésre teremteni, amikor a véráramba se úgy kerül bele, tehát milyennek a előbb-utóbb minden a májba végzi, mivel a máj méregtelenít, erre ennyit tudok mondani. Tehát elvileg akkor nem is kéne a májamra tenni, ha minden a... Hát de a reflexzónákon keresztül odahat. Aha. Tehát ugyanúgy, tehát itt vannak ilyen általános egész testes kezelések az oroszok, egyébként mindenki az oroszoktól tanult, egész Nyugat-Európában ezt mondják is, tehát oroszoktól, ukránoktól tanulták a piócaterápiát, ott hatalmas nagy hagyományai vannak. Például akár Ukrajnába vagy Moszkvába ott 144 órás tanfolyam van orosz orvosoknak. Aha. Tehát ott használják például még tesznek esetleg hüvelybe vagy méhbe is, be belsőleg is használják. De jó lehet. Figyelj csak rám, viszont a plasztikai sebészet. Oroszokról beszélsz, akkor tudjuk, hogy az összes migrációs, tehát az, hogy a szerveken átnyúló vándorlás, akkor fogalmazzunk így, hasfalon keresztül bármi képes vándorolni, tehát hogy ennek is komoly tudomány, mert professzor úrtól, mind a ketten török professzortól tanultuk, hogy bármi például kívülről elhelyezünk egy tapaszt, akkor a tapasztban lévő ásanyagok képesek bemigrálni a szív izomzatába. Tehát simán elképzelhető, hogy a máj külső felületére elhelyezett piócák migráció lévén közvetve képesek a májat méregtelenteni. Igen, és hát ugye a májban, meg a testben is nagyon sok salakanyag van, nagyon ritkán, ha valaki nagyon le van mérgeződve, akkor az a pióca, ami megszívta őt, az sajnos ilyen jobb létre szenderül. Tehát a sok méreganyagtól, tehát a sok tartósító. Tehát egy önfeláldozó szerepe is van, tehát a sok tartósítószer, ami minket fuldoklunk tőle, és a májunk tartja ezeket a méregeket, ha ezeket bezabálják a jó szándékú piócák éhesen, akkor akár bele is pusztulhatnak, igaz? Így van. Én hallottam egy olyan dolgot is, hogy az ilyen igazából antipiócás, vagy van antihumánum, meg van antipiócás dolog, hogy újból harapjanak, csípjenek, hogy kinyomják belőlük a vért, igen, hogy minél előbb legyen újból étvágyuk. Tehát ezt Erdélyben úgy hívják, hogy megfejik a piócát. Igen, amikor leesik a pióca, akkor kinyomják a farkától kifele, vagy pedig Indiába és máshol, vagy sóval, vagy kurkumával meg lehet hányatni. Azért nincs értelme, ez le van orosz szakirodalomban is írva, hogy ilyenkor a piócának, vagy ez a úgynevezett gyomorváladéka, meg ez a nyálváladékát is kihánja, és gyakorlatilag újra elkezd szívni, de nincs benne az a hatóanyag, amit benyomna a testbe, tehát nem lesz meg az a hatás. Ez olyan, mintha egy húsleves kétszer főznék azzal a húsról, de már nem olyan lesz az íze. Aha. Tehát nem nincs értelme. Tehát a sava borsa, tehát azok az ingeranyagok, meg minden, ami kiváltja a vérhítást, a fájdalomcsillapítása, gondolom aztán. Egyébként, hogyha így drágák bezabálnak már elnézést a vulgaritásért, akkor meddig vannak el ezzel? Hát ezek minimum 4 hónapig nem esznek. Itt ebben lehet látni, emel kicsit föl, hogy ilyen látod, zavaros, itt az alján lehet, hogy ez olyan ötszörösére, tehát ekkorára megszívják magukat ezek a kicsik. Aha. Ötszörösére megszívják magukat, 4-5 hónap múlva esznek legelőször, és másfél évet kibírnak. Itt, tehát másfél év, amíg megemészik ezt a vért, amit kiszívtak, és még fél évet kibírnak. Tehát 2 évet kibír úgy, hogy nem pusztul el éhen, és másfél év, amire ezt a vért felhasználják. Tehát amikor indul a bakterházba, a bakter hívta a piócás embert, akkor ő még tudta ennek a tudománynak a lényegét, hogy... Igen. Hogy... Ezt régen is általában vagy otthon tárolták, vagy pedig a gyógyszerész bácsinál a falvakban, a városokban ott volt, minden üvegre rá volt írva a neve az illetőnek, és akkor azt ugyanúgy felhasználták. Egyébként nyugaton ez kötelező megsemmisíteni, országként változó. Tehát, hogy aki egyszer engem szivogatott, azt nem teszem rá Júlcsi nénire. Nem szabad, tehát, hogy egyértelműen, mert az én bennem lévő genetikai kódok, esetleg betegségeim, azok ott élnek tovább benne, és azt megkapná valaki más? Hát én szerintem nem kapja meg, de ez tehát a piócának a nyálában olyan hatóanyagok vannak, hogy nincs az a baktérium és vírus, amit nem tud elpusztítani. Aha. Tehát ezt irodalomban olvastam például, hogy az AIDS-et is gyógyítják vele oroszok, és a hepatitiszt, ami jelen pillanatban itthon, hepatitisz vírusokat, ami itthon gyógyíthatatlan.
Figyelj, most csúnyát kérdezem. Egy másfél év alatt ezt írja az irodalom. A pióca dögöt eszik egyébként, hogy nagyon... Nem, ez csak ő vérszívó. Ezek steril piócák, tehát Bukarestből hozaton van róla. Értem, hogy most él egy kis folyóba, igen. Régóta nem látott semmit, oké. Okay. Akkor haltetemet talál, vagy bármi, aminek meleg vére van. Hát amiből vért tud szívni, hideg vérűből is, halból, békából is kiszívja, meg meleg vérű. Ezeket direkt ilyen pióca gyárakban vannak, akár most megyek majd ki a lányomhoz Potsdamba, megyünk Berlinbe és megnézzük azt a farmot, de Berlinbe is, nem Berlinbe, hanem Bukarestből is, ezek onnan valók, ezek a piócák, tehát olyan papír van róla, hogy ezek minimum 4 hónapja nem ettek semmit, és hát teljesen orvosi felügyelet mellett, vágóidról viszik a vért, és akkor... Aha. Tehát papíron van róla, hogy 4 hónapja nem ettem, akkor igen. A melegvérőket említettem, nem tudom, hogy van-e ilyen ismereted, hogy vidéken, meg a lovak, amikor probléma van a lábukkal, ízületi probléma, akkor belevezetik a patakokba, pontosan abból a célból, hogy piócák is, tehát mit tudom, 4-20 perc, hogy levakarják róluk, mert elég volt. Tehát van ennek, ezt akarom csak elmondani a kedves nézőnek, hogy óriási tradíciója van, és ez egy öngyógyító eljárás, tehát Faragó László természetesen, hogy ezt nem teheti föl rád a piócákat, de megtanítja neked, hogy tudod magad. Igen, hát ez is a tanfolyam szépe, hogy népi piócagyógyászat. Egyébként az állatgyógyászatban is, itt van, én is most már terjesztem, tehát versenylovakat. Állatgyógyászatban lehet használni? Kutyánál, macskánál lehet. 3 könyvem, német könyvem van állatgyógyászatról. Uh-huh. Jó. Térjünk át a nyirokmasszázsra, ugye? Mert jó. Azt ígértük. Hogy keveredtél arra a területre, hogy nyirokmasszázst oktassál, illetve azt tudom, hogy gyakorlod is, hogy miért fontos ma szerinted a nyirokmasszázs ennyire? Hát a nyirokmasszázs 14-15 éve oktatom, és hát először ugye nagy titkolódás volt körülötte, csak gyógytornához végezhették, és miután megismertem, rájöttem, hogy az összes keleti masszázsban nyirokmasszázs elemek vannak, tehát ők úgy végezték nyirokmasszázs, hogy nem tudták, hogy az csak benne van a masszázsba. És rájöttem, hogy ha a nyirokrendszer rendben van, akkor minden rendben van. Gyakorlatilag a nyirokmasszázsnak az a lényege, abban különbözik a gyógymasszázstól, hogy egyszer a nyirokkeringés irányában masszírozunk, másodszor olyan helyeken dolgozunk, nyirokcsomókon, amit a gyógymasszázs tilt, harmadszor olyan reflexzóna és akupresszúrás pontokat kezelünk, amivel a nyirok folyadék és a nyirok keringést tudjuk aktiválni. A nyirok, még 3 mondat, bocsáss meg, a nyirok keringés gyakorlatilag az a szervezetnek a tisztító rendszere, tehát az összes baktériumot, gombát, rákos sejtet, mindent a nyirok folyadékban lévő limfociták, nyiroksejtek elvégzik, kitisztítják, tehát vírus, baktérium, gomba, ráksejtelő, idegentest ölők ezek. Uh-huh. És gyakorlatilag a nyirok csomók, azok pedig a mi szűrőink, olyan, mint egy vízszűrőbe. A szűrőbetétek 6-700 nyirok csomónk van, ezek és a nyirokszervek, itt legfőbb nyirokszerv, a lép, a mandulák, a belek, vékonybél, vastagbél, tehát az immunrendszer 80%-át például a vékonybélrendszer adja. Csak sokan ezt se tudják. De az immunrendszer a 70%-a a bélben lakozik. Igen. Mi van, aki lép nélkül születik? Mert vannak ilyenek. Lép nélkül. Akkor a máj veszi át a szerepét. A lép a nyugati orvostudomány szerint nem valami sokat ér, tehát nem sokra veszik. Tehát ismertem olyan hölgyet, hogy nem volt lépe, nem volt neki féregnyúlványa, amit vakbélnek mondnak, és nem voltak mandulái, tehát 3 szűrőszerv kijött. És a kínai gyógyászatban a lép, az a tájin legnagyobb yin, legfontosabb ugye a földelem, tehát nagyon fontos. Tehát ha aranyér, viszér, ez kötőszöveti problémák, ez mind lépgyöngeséget jelent. Meg az életerő forrás. Életerő, igen, az is. Hogy visszatérve, tehát például a nyirokmasszázs előtt érdemes több folyadékot fogyasztani, hogy aktívabban örüljön, vagy mire fontos odafigyelni? Hát sok folyadékot és lugosítani, tehát lugos vizet, lugosító zöldségeket, és hát a mozgás. Aha. Meg hát az elhízás az, ami a nyirokkeringés gátolja nagy mértékben, mert ugye a zsírsejtek összenyomják a nyirokereket, tehát például a térproblémáknak a 70%-a biztos, hogy nyirokkeringési probléma. Uh-huh. És ilyenkor a nyirokkeringés megcsinálom, a tér is helyre jön. Ugye érdekes dolog, mert amikor például itt a hónajat lévő nyirokcsomó van együtt, igen, ez elkezd fájni, akkor az a ugye nagyon nagy baj nincsen, hanem jelzi, hogy ő dolgozik, igen, igaz? Tehát igen, a nagy baj akkor van, amikor már nem is jeleznek a nyíkok, csak duzzadnak. Igen. És a te módszeredben hogy van? Föntről le, lentről föl? Vagy... Hát ez attól függ, milyen problémával jönnek hozzám. Tehát van egy egésztes masszázs, az minimum 1,5-2 óra hossza, azt ritkán végzek, és hát célzottan.
Tehát ugye ez a nyilokmasszázs elsősorban a daganatos betegségekre lett kidolgozva, műtét után ugye kivettek nyilokcsomókat, levettek mellett, vagy kismedencei rákos daganatokat, és utána ugye a ödémák keletkeztek karba, lábba, hasba, és hát erre lett kifejlesztve. És évente 8-10 ezer van szinte mindegyik rákból, nem beszélve a melanóma is. És ilyenkor leveszik a melanómát, sokszor vannak, ami a daganathoz legközelebb van, azt hívják őrszemnyirokcsomónak, szentimen nyirokcsomóknak, abban megnézik, van-e áttét, és akkor a többit is kiveszik, és utána azt mondja, ha nem kap egy megfelelő nyirokmasszást, akkor teljes beödémásodhat. És hát olyan lesz a karjuk szegény hölgyeknek, hogy egy kupakot nem tud megfogni, és gyakorlatilag folyamatos kötözésre, bandázsolásra és gumihal. És akkor így jött a piócázással, meg a nyirokmasszázsal, igaz? Van. Tehát, hogy így ér össze a nyirokmasszázsal. Így az a kettő egy nagyon szuper jó gyógymódot adott, és nagyon jók az eredmények, amit a hagyományos, ugyanehet Emil Fodder vagy földiféle nyirokmasszázsa nem lehet megoldani, ezzel meg lehet. Nem azért, hogy én mondom, hanem belevittem az akupresszúrát, reflexológiát, bioenergetikai dolgokat. Tehát ez egy energetikai és információs masszázs. A piócába pedig olyan, úgy is hívják angolul, hogy Dr. Leech, Dr. Pióca, tehát egyszerűen most már csináltak műpiócát, ilyesmit meg se közelíti. Ezeket, amiket ez a pióca tud. Tehát ezt folyamatosan most is kutatják. 5 éven belül mindenki a piócát fogja kezelni, és ugye mondják, hogy minden undorító, hogy most hogy tegye szájba fogénysorvadáska, hát mit tudom, hogyha lehet választani, hogy most kiesik a foga, vagy pióca, vagy lehet választani, hogy most levágnak egy lábat, vagy pióca, akkor valószínű, hogy ezt fogják választani. Én elmondom neki, hogy drága barátom, már téged is hamisítanak Kínába, műpiócák érkeznek, és rád nincs szükség. Mit gondolnak ilyenkor szegénként? Tehát nagyon hideg vízbe vannak, látom, levegőt kapnak. Igen, igen. Ezek egy nagyon intelligens állatok, időjárást is előrejelzik, például eső előtt nem vannak az aljára, ilyen szabaduló művészek is legkisebb résen kimennek, de szóval tudnak egymással kommunikálni, erről tudnák órákat beszélni. Volt úgy, hogy véletlenül a teteje leesett, 3 pióca kiment, az kiszáradt, többinek valószínű, hogy jeleztek, mert utána egy se jött ki, más esetben kijöttek volna. Szóval nem van ki, hülye pióca vagyok. Na, hogyha jönnek a kínai mesterséges rácok, akkor tudjátok, mi a dolgotok, ne adjátok. Nem könnyű életfeladatot választottál, ugye, mert látjuk, hogy ahogy erősebbek a gyógyszerlobbik, minden természetes módszert próbálnak a háttérbe szorítani, de a tudásnak megtiltani nem lehet, mert a tényeket cáfolni lehet, de tagadni nem. Igaz? És te azt gondolod, hogy 5-10 éven belül azért ez a pióca Magyarországon is? Hát 5 éven belül. 5 éven most belül. Én terjesztem is, tehát elég ez családban egy-két ember elvégzi. Gyakorlatilag van 3 legfontosabb ellenjavallat, ami én 20-at és az a honlapon meg lehet a ellenjavallatok. 3 legfontosabb, ne szedjen az ember vérhígítót, ne legyen vérzékeny, és ne legyen vérszegény, meg esetleg terhesség, meg immunszupresszív szereket, ha szed az ember, például a szervát ültetésnél. Tehát annyira javít az immunrendszeren, azért szervát ültetét nem szabad piócát alkalmazni, mert följavítaná az immunrendszert és kidobná a beültetett szervet. Hát megmondom őszintén, mivel nem először beszélünk piócáról, az első adásunk a piócás ember újra rendelesz. Nagyon... Mert ezekbe beleszerelmesedtem, amit tudnak eszméletlen, hogy milyen dolgokat tudnak. Hát van egy ízlésed, de... Nem véletlen, meg lehet nézni, hogy a nyugati irodalmakat nekem már... Jó, most szeretnélek a humorodból, mert az is van neked. Ugye azt említetted, hogy ezektől egy csókot kapni, vagy valami ilyesmit kezdtél. Na, Hóferke azonnal betelefonált élő műsorba, hogy ő inkább még a királyfit választanál, királyfi Jenő csókogas őt, mint a piócák, de akinek tényleg hullik a fogínya szájából, nem egyébként egy anaerób baktérium miatt van, ami a fog hártya és az ím közé veszi be magát, amit valószínűleg ő képes kiirtani, és utána képes stabilizálódni Igen, most nyárra velem is egy piócával egy ismeret terjesztő filmet most forgattak, és hát én csak mint terapeuta vagyok benne, és ott a hölgynek is éppen a szájában van a pióca fogénysorvadásra, és hát ezt mondja, hogy élvezem a pióca csókját. Jó Istenem! nagyon jó film, ezt szerintem el fogják nyugatra is adni. Királyfi Jenő föllázott, mint mondtuk. A másfél az, hogy ugye ezt te csak oktatod, mert nem raksz senkire piócát, mindenkinek saját magának kell döntenie, hogy választja ezt a... Igen, amíg nem jön ki a törvény. Ami nem jön ki. És Erdélyben szabadon használhat? Erdélyben, hát falvakban mindenhol használják.
Ugyanez van Szlovákiában, például Lengyelországban, ha munkanélküli vagy, akkor kifizeti neked a hivatal, hogy pióca tanfolyamot elvégezi, hogy legyen munkád. Érdekes. Tehát lennének magyar pióca közmunkások is, igaz? Igen, akik a patakokba gyűjtögetnék a pióca. És még annyit egy pár szóba, hogy nagyon használják plasztikai sebészetbe, és használják baleseti sebészetbe, tehát ilyen levágott ujjvégek, fül, tehát ilyen mikrosebészetbe, hogyha fölteszik a piócát, ilyen visszavart újra, fülre, akkor szinte 90% hogy megmarad az a levágott vagy leszakadt végtag, egyébként meg 10-20% csak az esélyre. Faragó Lászlóról beszélgettünk, régió barátommal, természetgyógyásszal. Egyébként én tisztelek érte, hogy egy ilyen küldetés fölvállaltál, mert nem kis dolog ez egyébként, hogy elterjedsz ezt Magyarországon is, és akinek van füle hozzá, az hallja meg, hogy miről szól ez az új tudás. Akinek van lehetősége, menjen el Faragó Lászlóhoz és tanulja meg, úgy a nyirokmasszást is, mint a piócázás is. Egyébként azért nagyon jó a nyirokmázás masszás, hogyha valaki családban megtanulja, mert ez egy nagyon intim masszás, maradjunk ennyibe. Teljes nyirokmasszásnál le kell vetni mindent, ami az Ádám kosztümön kívül van, mert csak úgy lehet hatékonyan minden pontot elérni. És viszont vagy azonos neműek végezzenek ilyenkor masszást, vagy családtaggal csináltassuk meg. És ezért is szerintem a nyirokmasszás az úgy szintén óriási igény van rá az országban, hogy egyre több ember csinálja. Én megköszönöm, Laci, hogy itt voltál. Én megköszönöm önöknek megtisztelő figyelmüket. Viva Natura, Vivat Natura című adássorozatunkat látták. A nyirokmasszástól a piócázásig címmel. Szia, viszontlátásra! Köszönöm. Szeretnéd családtagjait otthonában gyógyítani? A Széflézer segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Széflézer a családgyógyító fénye. Részletes információ www.széflézer.info.